Szeretettel üdvözlöm Önöket, tisztelt Hölgyeim és Uraim! Köszönöm szépen a megtisztelő felkérést, amit arra kaptam, hogy mutassam be az Alteo útját, azt az utat, amit az elejétől kezdve már a zöld gondolat, vagy a fenntarthatósági gondolat jegyében a fenntarthatóságot alap képességévé téve tett meg a cég, nagyon nagy részben a tőzsdén keresztül, vagy a tőzsde segítségével. Itt már rögtön az elején érdemes lesz elmondani azt, hogy mi is az, hogy fenntarthatóság, mi is az, hogy zöld, és miért nem teljesen ugyanez a kettő fogalom, bár nagyon sokan szinte szinonimaként használják. A Magyarországi Üzleti Tanácsa fenntartható fejlődésért már 2014-ben célul tűzte ki, hogy egy picikét helyre rakja ezt, és megnézi, hogy egy vállalatvezetőnek, egy vállalatnak tulajdonképpen mi is a tennivalója ma itt Magyarországon a fenntarthatóság jegyében. És hát meghatároztuk gyakorlatilag azt, és azért mondom ezt több eszám első személyben, mert magam is és az Alteo is a szervezetnek régóta a tagja. Meghatároztuk azt, hogy mik a legfontosabb szempontok, aminek a keresztén a fenntarthatóságot meg lehet közelíteni. És hát ezek a szempontokat öt csoportba rendeztük, ami közül az első a klímaváltozás. És ha csak a klímaváltozást nézzük, akkor rögtön itt meg is állhatunk egy pillanatra, hiszen mi más ez, ha nem a zöld vállalatvezetés, mi más ez, mintha nem a zöld környezetvédelmi céloknak a hangsúlyozása, vagy azoknak a vizsgálata, hogy hogyan is fogjuk ezt a vállalatunknál alkalmazni. Igen ám, de van itt két dolog. Az egyik az, hogy nem csak a klímaváltozás az, ami fenntarthatósági kihívásokat jelent. A foglalkoztatás, ezt talán nem kell nagyon mondanom, hogy miért, vagy a fenntartható életmód, a víznek a kérdése itt Magyarországon, az élelmezés kérdése, szintén azt jelenti, hogy ezeket meg kell vizsgálnunk annak érdekében, hogy olyan vállalat vezetőként tudjunk működni, aki a fenntarthatósági szempontokat tekintetbe veszi. Hogy miért kell a fenntarthatósági szempontokat tekintetbe venni? Azért, mert ma már azt mondjuk, hogy nem csak hogy egy kötelesség, hanem konkrétan üzleti előnyt lehet abból kovácsolni, hogyha valaki hiteles, fenntartható stratégiával működik. Egyre több olyan iparág van, az én iparágam az energetika is ilyen, ahol nagyon sok olyan megoldás van, amivel versenyelőre lehet szert tenni, amivel egy stratégiát lehet alkotni, arra lehet alapozni. A másik történet pedig az, amit még itt azért mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy beszélhetünk bár a klímaváltozásról, ott sem csak a környezetvédelmet és a zöld gondolatokat kell tudni hangsúlyozni, hanem általában minden témát végigkísér az, hogy attól lesz valami fenntartható, hogyha annak a társadalmi hatásai is elfogadhatóak a környezeti hatása mellett, és ráadásul finanszírozható az egész. Itt ezen a rendezvényen ezt nem kell hangsúlyoznom talán, hogy mennyire fontos. Tehát, hogyha valamiben a pénzt kell folyamatosan tömni éveken keresztül, azt semmiképpen nem hívhatjuk fenntarthatónak. Tehát egy gazdasági lába is kell, hogy legyen, és ha a környezeti, a társadalmi és a gazdasági láb együtt érvényesül, akkor hívhatunk valamit fenntarthatónak, és a fenntartható akkor zöld is lesz. Az energetikában ez az elmúlt években nagyon sok tényezőnek az együttes hatását jelentette. Ezek közül csak néhányat sorolnék föl, ez akár egy külön konferencia témája is lehetne. De ezeknek a témáknak egy közös vonása van, az pedig az, hogy elképesztő mértékben megnövelték a mozgásterét egy vállalatnak arra nézve, hogy mennyire is legyen ő az energetikáját tekintve fenntartható. Tehát még egyszer nagyon fontos, ez nem csak az energetikai vállalatokra vonatkozik, hanem bármilyen vállalatra, hiszen ugye alig ha van olyan iparág, ahol az energetika nem lenne ma már fontos kérdés, fontos költségtétel, vagy akár az ellátás szempontjából, a biztonság szempontjából mértékadó. Így aztán gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy ma már egy vállalatnak kell, hogy legyen a fenntarthatósági stratégia mellett energetikai stratégiája is, és ez a kettő persze nem is kell, hogy elváljon egymástól, az elmúlt évek jelensége az, hogy ez a kettő gyakorlatilag egyé válhat, és egy olyan fenntartható energetikai stratégiájára van már lehetőség, ami, ahogy ezt már mondtam, versenyelőnyt képes kovácsolni a vállalatnak. Mégis mi ez a néhány szempont, amit szeretnék itt felsorolni? Hát ugye az egyik a dekarbonizáció, amire nem is kell túl sok szót vesztegetni, hiszen rengeteget hallunk róla. Ugye mind európai, mind nemzeti, mind vállalati szinten az, hogy a kibocsátásunk egy elfogadható mértékre csökkenjen, és az, hogy a már emlegetett klímaváltozást hatásait mérsékelni tudjuk, alapvető.
A dekarbonizáció és a fenntarthatóság felé vezető úton egy nagyon-nagyon fontos a megújulóknak a szerepe. Itt megint egy óriási technológiai robbanásnak lehetünk a tanúi. Erről megint nagyon részletesen nem beszélnék, de elég talán annyit mondanom, hogy vannak olyan technológiák, ahol az elmúlt 10-15 évben a tízszeresére növekedett a megtérülése, tehát akár a 40-50 évről a 4-5 éves egyszerű megtérülésre tudott fejlődni, részben az árcsökkenések, részben a hatékonyság javulás miatt. Azt gondolom, hogy ma már mindenképpen érdemes megvizsgálni, hogy milyen lehetőségeink vannak ezen a téren. Ugye a szabályozók is mennek ezáltal, ez a CEP, ez a Clean Energy Package, amit az Európai Unió tiszta energia csomagként ismerünk. Ez a csomag is arról szól, hogy hogyan lehetne a fenntartható, dekarbonizált és megújulókkal minél nagyobb mértékben ellátott energetikát felépíteni, és hogyan kellene ennek a pénzügyi felelősségét és a működési felelősségét közösen a vállalatokkal megvalósítani. És ez megint nagyon-nagyon fontos, mert nem kell ezt ugyan fenyegetésként megérni, de egyértelműen látszik, hogy a vállalatok egyre nagyobb mértékben be vannak vonva a költségeknek, a hatásoknak a kezelésébe ezen a téren is. Ugye, ami még ezt lehetővé teszi, amit nagyon fontos megemlíteni, a digitalizáció. Nagyon fontos megemlíteni azt, hogy a technológia lehetővé tette, hogy tényleg egyedi megoldások szülessenek. Ezt hívjuk egy picit talán decentralizációnak és demokratizálódásnak. Ma már egy háztartásnak is lehet tulajdonképpen saját energetikai döntésrendszere, nagy szóval mondhatjuk a stratégiája, de egy vállalatnak mindenképpen. És nagyon-nagyon fontos, hogy a fogyasztói tudatosság is radikálisan erősödött az elmúlt években, tehát ma már azért nagyon sok iparágban egyszerűen a fogyasztók is megkövetelik, hogy egy vállalatnak a fenntarthatósághoz érdemi viszonya legyen, illetve a befektetők is egyre jobban megkövetelik, az impact investmentnek, vagy most ugye az ESG szempontoknak a felerősödése is tetten érhető, és nagyon sok munka indult el annak az érdekében, hogy ezek az ESG szempontok például megfelelő hangsúlyt kapjanak, és megfelelő egyértelműséggel, transzparenciával lehessen egy vállalatnak elindulni abba az irányba, hogy ez a minősítése meglegyen. És ahogy a fogyasztóknál a tudatosság és a hiteles stratégia előnyt jelent, ugyanúgy a befektetőknél én azt gondolom, hogy egy megfelelő minősítés, egy megfelelő fenntarthatósági minősítést előnyt fog jelenteni. Ugye? Mit jelent ez a mi vállalatunknak a szintjén, mit jelent ez a fenntartható energetikában? Hát amit elmondtam általában, ugye, hogy gazdasági, társadalmi, környezeti lába van általában a fenntarthatóságnak, az energetikában is, ugye ennek a háromnak a szempontrendszernek egy hasonló vonalát föl lehet vázolni, amikor azt mondjuk, hogy természetesen a dekarbonizáció, a klímatudatosság az ugye az energetikára is jellemző kell, hogy legyen. Itt viszont nagyon-nagyon fontos, hogy egy ellátásbiztonsággal párosuljon. Senki nem szeretne úgy környezettudatos lenni, hogy közben esetleg a termelése ennek a kárát látja, vagy olyan problémákat okoz a termelésnek a folyamatosságában, ami a piacon az ő helyzetét gyöngíti, vagy problémákat, esetleg biztonsági problémákat vet fel. Tehát az ellátásbiztonságnak is meg kell felelni, és nyilván a hatékonyságnak is meg kell felelni. Az energiahatékonyság gyakorlatilag a nap végén nem jelent más, mint költséghatékonyságot és költségeket. Ugye ezt sem kell mondanom, hogy egy vállalatnál ennek a háromnak együtt kell léteznie. Tehát környezeti, klímaláb, ellátásbiztonság és költségek. És ha ezt a hármat együtt tudjuk tekintetbe venni, akkor beszélünk fenntartható energetikáról, és ez az gyakorlatilag, amit mi a saját vállalatunkban és az ügyfeleinkkel, a nagy energiafogyasztókkal, az önkormányzatokkal, a különböző általunk üzemeltetett vagy tulajdonolt erőművekkel együtt igyekszünk megtenni, és ez az, amit gyakorlatilag az elmúlt 12 évben, amióta a vállalatot megalapítottuk, visz minket egy úton, ami egy olyan portfóliónak a kialakítását eredményezte, amit most be fogok mutatni, és ami nagyon-nagyon fontos, hogy ez az az út, ami adott nekünk, én azt gondolom, egy olyan érdekességet, vagy ahogy a tőkepiacon néha szokták mondani, sztorit, amire gyakorlatilag az intézmény és a magánbefektetők is, én azt gondolom, hogy vevők, és gyakorlatilag a vállalat növekedését, a vállalat stratégiának a megvalósítását nagyon-nagyon az elejétől kezdve, már szinte a legelejétől kezdve a tőkepiacoknak a segítségével tudtuk fenntartani és megmutatni. Hogyan nézett ez ki a legelejétől kezdve? Ugye
Gyakorlatilag a kezdeti tulajdonosi tőke és a kezdeti alapítás után ugye megtörténtek az első erőmű, akkor akvizíciók, és megtörtént az energiakereskedelemnek a létrehozása. Ugye így gyakorlatilag elkezdtünk már egy értékláncot kialakítani, hiszen nyilván, hogyha valakinek erőműve van és kereskedelme van együtt, az rengeteg szinergiát jelent, és gyakorlatilag az első néhány évben azt kell mondjam, hogy felkerültünk a térképre, és kihasználtuk azt a helyzetet, hogy gyakorlatilag, ha alapítunk egy vállalatot, akkor a legelejétől olyan működési modelleket, olyan transzparenciát, olyan szabályokat lehet felállítani, ami gyakorlatilag tőke piac képessé vagy tőzsdeképessé teszi a vállalatot. És a legelejétől azt mondtuk, hogy egy iterációs növekedést szeretnénk, tehát gyakorlatilag a nyilván a bankhitelek mellett nagyon erősen szeretnénk a tőkepiacra is a különböző beruházásainkkal, befektetéseinkkel támaszkodni. Ennek érdekében egy erre alkalmas vállalatot szeretnénk kialakítani, és elindultunk ezen az úton. Gyakorlatilag 2010-ben, már két évvel az alapítás után bevezették a Bétre az Alteónak a részvényeit. Ez akkor egy technikai listázás volt, tehát még nem volt kibocsátás mögötte, de mindenképpen nagyon fontos, hogy már ténylegesen elkezdtünk tőzsdei társaságként működni, és elkezdtük azokat az eljárásokat, azokat a kapcsolatokat, azokat a riportokat kialakítani, amikre ugye a későbbiekben nagy szükség volt, és amik a későbbiekben megalapozták az ilyen irányú sikereinket. Ugye rögtön nem sokkal az alapítás után már egy kötvénykibocsátást is végrehajtottunk, ezzel kezdtünk, nem részvénykibocsátással, ennek sok oka volt, egyrészt ugye a mérlegszerkezetünket is ugye folyamatosan optimalizáljuk, és ebben is van azért egy iteráció, hogy mikor kötvényt és mikor részvényt bocsájt ki az ember, illetve hát ugye abban az időszakban, még a válság után nem sokkal, azt gondoltuk, hogy a tulajdonosok és a cég számára a kötvénykibocsátás az kedvezőbb paraméterekkel és feltételekkel valósulhat meg, mint a részvény kibocsátás. Ugye menet közben persze folytatódtak az akvizíciók, a fejlesztések, megújulóval is bővült a portfólió, tehát azt nem mondtam, de a győri és a soproni erőmű alapvetően földgáz alapú, itt már viszont jelentős szélerőműveket is tudtunk a portfólióba vonni. Létrehajtottunk egy kisebb méretű tőkeemelést, ennek nincs akkora jelentősége, és hát folytatta a vállalat a növekedését újabb akvizíciókkal, újabb kötvénykibocsátásokkal, ugye ahogy a cég nőtt, hogy a mérlegünk erősödött egyre, és hát az EBITDA-nk is nőtt természetesen, nem csak a mérlegünk, ugye egyre nagyobb méretű kibocsátások váltak lehetővé, és egyre jobb stratégiát és dinamikusabb stratégiát tudtunk a befektetőknek is felmutatni, és gyakorlatilag ezzel és egy nagy akvizícióval, amit végrehajtottunk, és amivel egy csapásra egy nagyon jelentős növekedésre tettünk szert, eljutottuk odáig a vállalatot, hogy aztán 2016-ban eljutottunk az elsődleges részvénykibocsátásig, ahogy ez az ábrán is látszik, és hát ez mindenképpen nagy sikernek és egy mérföldkőnek tekintettük, és nem mondhatom azt, hogy a tőkepiaci építkezésünk kezdetének, hiszen látszik, hogy már addigra ugye bevezettük az Alteó brandet, hogy így mondjam, a tőkepiacokra is, de azért mindenképpen ugye ez volt az első pont, amikor nyilvános társasággá váltunk a szónak a legklasszikusabb értelmében is. És ugye aztán folytatódott ez a dolog, és megtörtént az első kötvényre finanszírozásunk. Ugye nagyon fontos, amit persze itt nem térek ki rá, mert nincsen rá idő, de ezek mögé mindig egy nagyon hiteles és egy nagyon végiggondolt stratégia, és annak a kommunikáció is tartozik, hiszen nyilván ugye az, hogy az ember bővül és egyre újabb eszközökre tesz szert, és kialakul egy jelentős megújuló, azt támogató földgáz alapú portfólió, egy kereskedelem, és az összes ehhez kapcsolódó szolgáltatás, az nagyon-nagyon jó, de nyilván egy kibocsátáshoz, egy refinanszírozáshoz a jövőben is látni kell, és én azt gondolom, hogy eléggé sikeresek voltunk abban, hogy be tudtuk mutatni hitelesen a stratégiánkat, a terveinket, és ezért az intézményi befektetők és a lakossági befektetők is hát pártolták az Alteónak a tőkepiaci terveit, és ezért tudtunk tovább haladni ezen az úton. Ugye jöttek az újabb beruházások, akvizíciók, itt már naperőművel is
foglalkozunk, hát foglalkoztunk nagyon régóta, de ide ért el az ipar odáig, hogy olyan megtérülési számokkal lehetett már ezt csinálni, ami már nekünk is érdekes volt, és itt egy elég jelentős portfóliót kezdtünk el egyébként kiépíteni, majd megcsináltuk Közép-Kelet-Európában az első villamosenergia szabályozásba integrált energiatárolót, ami egy nagyon jelentős K+F projekt volt, és bízom benne, hogy sokan önök közül hallottak is róla, mert eléggé sokat szerepelt a sajtóban ezzel a cég. És hát gyakorlatilag eljutottunk odáig eléggé gyorsan, hogy újabb forrás bevonásokra volt szükség, és hát amellett, hogy refinanszíroztuk a kötvényállományunkat, amellett ugye részt vettünk az NKP-nak a kötvényprogramjában is, és egy 8,8 milliárdos, a mi méret tartományunkban egy nagyon jelentős kötvénykibocsátással tudtunk újabb forrásra szert tenni. Ezt egyébként már nem csak és nem teljes egészében a növekedés finanszírozásra fordítottuk, hanem már nyilván a mérlegű szerkezetünk optimalizációja és egyéb szempontokra is tekintettel rövid hiteleket is visszafizettünk belőle, illetve kötvényeket is refinanszíroztunk, tehát kötvényeket is visszafizettünk az új kibocsátásból, ugye figyelve az eladósodottságunkra is, ami nyilvánvalóan szintén az egyik legfontosabb szempont. És egy jelentős portfólióra tettünk szert közben naperőművekből, és Magyarország második legnagyobb szélerőmű tulajdonosává váltunk, és mostanra eljutottunk odáig, hogy gyakorlatilag egy eléggé komoly napos és szeles portfólióval az egyik legnagyobb magyar megújuló portfóliót birtokoljuk. Még egyszer mondom, nagyon fontos, hogy ez támogató és segítő módon és önállóan is megtérülő módon földgázerőművekkel is kiegészítve. És hát eljutottunk szinte a mai napig, amikor az NKP kötvénykibocsátásnak egy második körét tettük meg, és egy újabb szélerőmű parkkal gazdagodott a portfóliónk. Tehát látszik talán ezen az ábrán, és hát igazából ez az, amit ezzel meg akartam mutatni, hogy gyakorlatilag az elejétől kezdve nagyon masszívan tudtunk a tőkepiacokra támaszkodni, és gyakorlatilag ez az az út, amit szeretnénk a jövőben is folytatni. Részvény és kötvény oldalon egyaránt azt gondolom, és egy fegyelmezett módon, transzferens módon és szabályozott módon, de egy gyors növekedést és a stratégiánknak egy sikeres megvalósítását várjuk attól a házasságtól, amit az Alteo a tőkepiacokkal kötött. Egy pillanatra mutatom csak meg a portfóliónkat, ugye ez az, amit ezzel a sztorival végül is fel tudtunk építeni, naperőmű, szélerőmű, nagyon fontos. Ugye nagyon sokat hangzik az el, hogy az időjárás függő megújulók, tehát főleg a nap és a szél, nem annyira jó energiatermelési forma, mert hát mi van, ha nem süt a nap, vagy nem fúj a szél, hogyan lehet ezt szabályozni, mert a fogyasztók nyilván nem úgy szeretnének fogyasztani, ahogy azt az időjárás megköveteli, vagy megengedi. Ugye ezt egy úgynevezett kiegyenlítő piacon, a szabályozó piacon csinálják az energetikai vállalatok és a villamosenergia rendszerirányító, és Magyarországon a magyar adottságoknak a földgáz erőművek felelnek meg a legjobban, hogy ezt a szabályozást csinálják, és ezért is mondtam már kétszer is, ugye, és most megismétlem, hogy a földgáz erőműveknek nem csak önmagában van jelentősége, hanem azért, mert egy nagyon jelentős megújuló növekedést úgy lehet megvalósítani, hogyha ezt ezzel a portfólióval meg tudjuk támogatni. És hát ezeknek az erőműveknek ugye nem mindegyike van egy mező közepén, hanem ahogy azt mondtam is, vállalatoknak is lehet energiastratégiája, nagyon sok partnerünk van, Magyarország legnagyobb energiafogyasztói közül is sokan, mindenféle iparágból, és ezek a partnerek gyakorlatilag velünk közösen jönnek, és velünk közösen valósítják meg azt a stratégiát, amiben az a három pillér van, ugye, amit mondtam, tehát a dekarbonizáció, a klíma tudatosság, a költséghatékonyság és az ellátásbiztonság. És hát én azt gondolom, hogy picikét összefoglalva a mondani valómat, elmondhatjuk azt, hogy meg remélem sikerült megmutatnom, hogy az energetika most már nagyon sok és egyre több fenntarthatósági lehetőséget ad, és ez a fenntarthatóság és ez a stratégia mindenképpen azt gondolom, hogy lehetővé tette azt, hogy az Alteo
azt a növekedést felmutassa az elmúlt években, amit felmutatott, és én bízom benne, hogy ez a jövőben is így tud folytatódni, és gyakorlatilag én abban azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem a partnereinknek is üzleti előnyt jelent ez a megközelítés, és ezt a két trendet, tehát a fenntarthatóságot és annak az egyre fontosabbá válását, illetve az energetika fejlődési trendjeit integráló stratégia sikeres lehet, és én azt gondolom és azt remélem, hogy a befektetők előtt is sikeres, amit én azt gondolom, hogy a múltra vonatkozóan azért az Alteo részvényárfolyam alakulása is eléggé jól mutat. Úgyhogy ennyit szántam én erre a kis rövid megszólalásra. Köszönöm szépen még egyszer a felkérést, és köszönöm a figyelmet.